Soroksár egyik közkedvelt együttese a Soroksárer Bursán adott koncertet a nyári térzenei sorozat negyedik fellépőjeként. A 8 tagú zenekart az egyik alapítótag, Solti Tamás dobos mutatta be. 2014. augusztusában döntöttünk úgy, hogy akkor kéne egy sváb zenekart csinálni. Igazából az ötlet már előtte is benne volt a fejünkben, de komoly lépésekre ezen a nyáron jutottunk, és akkor már a búcsún fel is léptünk 2014-ben, és nagy sikert arattunk, és akkor utána szépen szárnyaltunk fölfelé, és építettük a karrierünket. Elsősorban a magyarországi német zenei kultúrát próbáljuk megtartani és örökíteni, tehát mi nem szeretnénk az osztrák és más stílusokkal vegyíteni, tehát ez az autentikus magyarországi német zenét, de mellette persze ott vannak az osztrák slágerek, a német pop slágerekből egy-kettő, magyar örökzöldek és mulatos zenéket is játszunk, igény szerint természetesen. Thank you.
Csapat az 8 tagból áll, ugye elsősorban fúvósokról beszélünk, két trombita, egy klarinét, van egy harmonikásunk, aki egyben az énekesünk is, van egy baritonkürtösünk, egy pozanistánk, és van egy tubásunk és egy basszusgitárosunk, és természetesen én, mint dobos. Mi mindent fogunk ma itt hallani majd tőletek? Ma, hát igyekeztünk egy kicsit színesebbé tenni a repertoárunkat, tehát lesznek komoly zenéből is, merítünk egy kicsit Montinak a csárdását fogjuk eljátszani, valamint Ernst Mostól egy-két koncertpolkát is fogunk játszani, de lesz egy-két meglepetés számunk is. Thank you.
Milyen céljaitok vannak a jövőt tekintve? Elsősorban Magyarországon minél többen hallják a mi zenénket, és minél több helyre eljuthassunk, de szeretnénk külföldre is, Ausztria, Németországba is eljutni. És hát természetesen ahova még hívnak minket. Volt már egyébként példa arra, hogy hívtak valahova mondjuk külföldre? Mennyire vagytok ismertek Soroksáron kívül is? Külföldön még sajnos nem voltunk, viszont idén februárban csináltunk Balmazújvárosban egy svábbált, ami eléggé rendhagyó volt, mert Balmazújvárosban, az Alföld közepén 30 sváb ember él, és ennek a 30 sváb embernek rendeztünk egy svábbal, de mondhatom, elég jó hangulatba telt, úgyhogy már megvan a jövő évi programunk is februárra. Miért szeretsz részt venni ebben a zenekarban, és miért szeretsz zenélni? Miért jó ez? A zene alapvetően egy kikapcsolódást jelent számomra, meg egyrészt a szakmámat is, tehát én zeneművésznek készülök. Ha minden jól megy, akkor zeneművész és zenetanár leszek egy pár év múlva. És mint mondtam, egy jó kikapcsolódás és hobbi, és szerintem a tradíciót azt őrizni kell, mert egyre kevesebben csináljuk sajnos, és egyre kevés zenész van is Soroksáron.